Megtelt Pécsen a Székesegyház előtti tér, sok pécsi és baranyai polgár érkezett a március 15-i megemlékezésre. Az ünnepi műsor első felében hagyományőrző táncosok léptek fel. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére rendezett megemlékezésen ünnepi beszédet mondott Dajs Tamás, Európa parlamenti képviselő. Gróf Batyán Kázmér baranya főispánja volt, majd a Szemere kormány minisztere Üszögi kastélyában Honvéd kórházat létesített. Perczel Miklós baranya országgyűlési követe, Kossuthtal tartott az emigrációba, majd az Egyesült Államokban Grand tábornok oldalán harcolt Missouri felszabadításáért. Majtényi István vezérőrnagy 260 nemzetőrével Komárom védelmét segítette. Itt Pécset hunyt el. Ők a hőseink, minden baranyai hősei, minden magyar hősei. Isten áldja a nevüket. Mai világunkban az ünnep üzenetét Dajs Tamás Európa parlamenti képviselő a következőképpen fogalmazta meg. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Nem véletlen, hogy itt a pécsi, baranyai, március 15-i ünnepség alkalmában elmondott köszöntő beszédemben is a Kossuth Nóta refrénjét idéztem, mert azt gondolom, hogy ez egy olyan világos igazodási pont, vagy ha tetszik, iránymutató meggyőződés a jó akaratú magyarok mindegyike számára, hogy bizony a hazaszeretet, a hazáért való cselekvés, a hazádért való kiállás a leghelyesebb, hogyha a cselekedetedet irányítja, és bizony érik olyan támadások sok irányból az országot, leselkednek olyan veszélyek sok irányból az országra, ami kapcsán mindenki a maga módján jó, hogyha tesz azért, hogy kiáll a saját hazája, a saját országa mellett. Az 1848-49-es szabadságharc és forradalom évfordulóján Őri László, a Baranya vármegyei önkormányzat elnöke is részt vett. Az üzenet ez az lehet, hogy ma is szükséges, hogy kiálljunk a magyar szabadságért és a magyar szuverenitásért, ráadásul az idei év választási év is. Európa parlamenti választásokat tartanak Európa szerte, és a választás tétje az, hogy olyan képviselőket tudunk-e mi magyarok az Európa parlamentbe küldeni, akik a forradalom és szabadságharc hőseihez méltó módon magyar szuverenista álláspontot képviselik, és minden körülmények között kiállnak a magyar nemzeti érdekek mellett. Az esemény házigazdája Csizmadia Péter a Fidesz pécsi frakció vezetője köszöntőjében visszaemlékezett a 176 évvel ezelőtti eseményekre. Bár a szabadságharcot a birodalom nagy nehezen leverte ugyan, de a magyar nemzet nem csak a birodalom 70 évvel későbbi összeomlását, de a 20. század világégéseit, az ország megcsonkítását, megalázását és az őt megszálló új idegen hatalmat is túlélte. Én abban hiszek, hogy Magyarország egy szuverén, partnerségi alapokon álló szövetségi rendszer részeként, de még egyszer mondom, a szuverenitását megőrizve lehet képes magyar emberek érdekében kifejteni azt a tevékenységet, amelyet talán úgy is lefordíthatunk, hogy magyar nemzeti érdek. Én azt gondolom, hogy ez az, amit mindig szem előtt kell tartani, és ez az, amiért dolgoznunk kell közösen együtt. Az ünnepi megemlékezésen Hoppál Péter országgyűlési képviselő is részt vett, az egybegyűltek a Sorscsillag Táncszínházi produkciót láthatták a Misina Néptánc Együttes és Táncszínház előadásában.